Hamarosan egy kis izgalom. Fordulatos cselekmények. Kemény fickók. És rengeteg látványosság várja önt az RTL Klub akciófilmjeiben. Hamarosan egy kis romantika. Szerelem. Barátság. És igazi nagy történetek. Ezt kínálja önnek az RTL Klub műsora. Hamarosan egy kis nevetés. Falrengető humor. Komikus helyzetek. A legnagyobb nevettetők gondoskodnak arról, hogy az RTL Klubbal az egész családnak jó kedve legyen. Hamarosan egy kis csábítás. Ellenállhatatlan vonzerő. Csábító mosolyok. Titokzatos, elbűvölő tekintetek. Az RTL Klub mindenről gondoskodik. Ez lesz igazán tévé. Csak 16 nap, és indul az igazi műsor. Én mindent meghallgatok, csak amilyen túl alternatív, tehát ilyen heavy metal, ezeket nem. De többi azt igen. Új mindig, ha friss legyen, meg ilyenek. A legmenőbb előadók, a legsikeresebb felvételek. Az RTL Klub lépést tart a zenei divattal is. Remélem már mindenki tudja, hogy hamarosan indul az RTL, de hogy mit is jelent ez a három betű? A szaklapok szerint R, mint rádió, T, mint televízió és L, mint Luxemburg, de szerintem, hogyha az RTL Clip Clubra, az én műsoromra gondoltok, akkor ez jelenti remek találat. Már csak 16 nap, és indul az igazi műsor. Október 27-től indul az RTL Klubon egy új telefonos játék, aminek az lesz a cím, hogy Meri vagy nem. Ennek az egyik része, hogy én utcán megyek, járok, és különböző embereket kérek meg különböző szituációkra, és hogyan reagálnak rá, megmerik csinálni, vagy nem merik megcsinálni.
És van-e olyan ötlete, vagy van-e olyan kérdés, szituáció, amit szívesen látna vissza a tévéből? Nagyon szeretném azt látni, magamból indulok, én nagyon fáradékony és aluszékony ember vagyok. Szeretnék vinni egy kempingágyat, vagy felfújható gumimatracot, és akkor egy parkolóba befeküdnék, bedobnám rendesen a parkoló időt. És hogyha jönnek, hogy hát én mit keresek a parkolóba, akkor mutatnám, hogy kifizettem a díjat, ameddig én ott kipihenem magam. Ha ezt esetleg lehetne megvalósítani, nagyon örülnék. Megmerje csinálni valaki, vagy nem? Így van, én nem. Igen, mondjuk, hogy köhögjenek, vagy ugráljanak fél lábon, és úgy. Vagy üvöltsék, hogy én vagyok a legszebb a világon, vagy valami ilyesmi. Na, mondja még egy-két ilyen ötletet, ezek nagyon jó. Most nem is mesés ember, haragudj. Babicsnak egy versét tanulja meg. Igen. Babicsnak egy versét. Beöltöztetitek jelmezbe, és mondjuk egy búvár ruhába, és be kell menni a boltba, és venni mondjuk 10 tojást. Ez mondjuk olyan poénos, egy idősebb hölgyet, vagy egy urat megkérni, és ez biztos, nem, lehet, hogy megmennék csinálni, lehet, hogy nem. Nekem elég ez így. Már csak 16 nap, és indul az igazi műsor. Jó reggelt! Ez lesz a címe az RTL Klub reggeli információs magazin műsorának. Farkas Beatrixnak hívnak, és remélem sikerül megkönnyítenem az ébredés nehéz perceit. Már csak 16 nap, és indul az igazi műsor. Marsi Anikó vagyok. Batiz András vagyok. Október 28-ától minden este velünk találkozhatnak a Fókuszban. Továbbra sincs túl az életveszélyen a csütörtöki robbantás áldozata. Az orvosok stabilizálták ugyan Hoffmann István állapotát, de súlyos égési sérülései miatt a 34 éves férfin bőrátültetéseket kell végrehajtani. Hoffmann István ellen időzített bombával követtek el merényletet 2 nappal ezelőtt a budapesti Szépvölgyi úton. Az alvilági körökben is jól ismert férfi üzletársa volt a tavaly meggyilkolt Prisztás Józsefnek. Hoffmann Istvánt jelenleg a legszigorúbb rendőri őrizet mellett ápolják a Honvéd kórházban. Kihallgatni viszont valószínűleg még napokig nem lehet. Önként jelentkezett a rendőrségen az anyja annak a csecsemőnek, akit múlt vasárnap találtak meg járókelők Hódmezővásárhelyen. A 17 éves hajadon elmondta, az egészséges újszülöttet azért rejtette az utcán egy bokorba, mert félt attól, hogy betegeskedő szülei nem segítenek majd neki a kisfiú nevelésében. A nagyszülők, akik egyébként nem vették észre lányuk terhességét, most úgy döntöttek, hogy hazaviszik az unokájukat a kórházból. A fiatalkorú édesanyja ellen a rendőrség emberölési kísérlet gyanúja miatt folytat eljárást. A Bács-Kiskun megyei Tarzálon 35 ezer Soltvat kerten pedig több mint 20 ezer liter hamis bort foglalt le a vámosokból és rendőrökből álló akciócsoport. Az utóbbi helyszínen a borkommandó már szeptemberben is járt, akkor 42 ezer liter pancsolt bort találtak ugyanebben a pincében. Bizonyítékként zároltak több mázsa cukrot, valamint borkősavat és almasavat is a rendőrök. A pince tulajdonosa megsértette a számviteli és az áfa törvényt is, alkalmazottai pedig ugyancsak vétettek a jogszabályok ellen.
Bezárattak egy benzinkutat Szent Gotthárdon. 2 hónapon belül másodszor, most éppen 30 napra kell felfüggesztenie a tevékenységét a TAM Oil Kft-nek. A Szent Gotthárdi pénzügyőrök szerint a cég fiktív számlákkal valószínűleg hamis benzint forgalmazott. A Kft. Ügyvezetője ezt visszautasítja, mondván, hogy csak is ellenőrzött és minőségi terméket vett át ismert és bejegyzett olajkereskedőktől. Átcsomagolva megsemmisítésre vár a veszélyes hulladékkal teli hordók körülbelül egyharmada Garéban, és hamarosan megkezdődik a környezetszennyezés teljes felszámolása, jelentette be a Budapesti Vegyi Művek Részvénytársaság vezérigazgatója ma délelőtt. A társaság a 70-es évek elejétől 16 ezer tonna klórtartalmú szerves anyagot szállított a hulladéktárolóba. A hordók nagy része korrodálódott, 1983 óta folyamatosan szennyezi a talajt és a talajvizet. A napokban kiadott kormányrendelet a környezetszennyezés súlyossága miatt azonnali beavatkozásra kötelezte a budapesti vegyi műveket. A társaság 1,8 milliárdos banki hitelt vett fel a kárrendezési munkálatokhoz, melynek kamatait a központi környezetvédelmi alap fedezi. Becsapva érzik magukat a mobiltelefontársaságok. A korábbi megállapodások ellenére ugyanis a MATÁV a sikertelen rádiótelefonhívások után is számlát küld az előfizetőknek. A MATÁV szerint az is beszélgetésnek számít, amikor a kikapcsolt rádiótelefon helyett a központ válaszol, és azt közli, hogy a hívott szám jelenleg nem elérhető. Egy ilyen hívásért csaknem 12 forintot számláznak. Az ügyben érintett telefontársaságok tárgyalásokat kezdtek a MATÁV-val. Az állami számvevőszék vizsgálata szerint a Magyar Szocialista Párt tiltott gazdálkodást folytatott 1995-ben és 96-ban, ezért a számvevőszék felszólította az MSZP-t, hogy 15 napon belül fizessen be a kincstár számlájára 5 millió 200 ezer forintot. A tiltott bevételek többsége a szabálytalanul számlázott valutavásárlásokból és úti elszámolásokból származott. Az MSZP illetékesei a jelentést tudomásul vették, az összeget pedig befizetik. Kizárták a kereszténydemokrata néppártból Csépe Bélát, a KDNP egykori frakcióvezető helyettesét. A párt elnökségi üléséről kiszivárgott hírek szerint a döntés indoka az volt, hogy Csépe Béla annak idején megszavazta a KDNP frakció alapszabály módosítását, később pedig átlépett a Fidesz képviselőcsoportjába. Teljes zárlatot rendeltek el a budapesti István kórház Kun utcai sebészetén. A kórház illetékesei nyilatkozni sem hajlandók, de annyit lehet tudni, hogy egy különleges és veszélyes baktériumfajta jutott be a kórtermekbe. Már a nővérek és a betegek bőrén is találtak abból a ritka baktériumból, amely a vérbe kerülve halálos gennyesedést okozhat. A kórokozó ellen nem hat a legtöbb antibiotikum, a fertőzötteket elkülönítették. Szerint mintegy 400 halálos áldozatot szedett az Acapulcóban és a Mexikó déli partvidékén végig söpört Paulina nevű hurrikán. A mexikói Vöröskereszt szerint 50 ezeren maradtak fedél nélkül. A vihar okozta károk helyreállítására a katasztrófa sújtotta Guerrero és Oaxaca tartományban, bevetették a hadsereget is. 6500 katona segít a sok helyen fél méternél is vastag a viszapból megszabadítani a települések útjait. Ernesto Zedillo köztársasági elnök megszakította németországi látogatását és hazatért Mexikóba. A híres üdülőhelyen, Acapulcóban és környékén még mindig ezrek vannak élelem, ivóvíz és fedél nélkül. A lakosok azzal vádolták a hatóságokat, hogy túl későn és szervezetlenül kezdték a mentést. Uruguayban lezuhant az Ausztrál nevű argentin légitársaság egyik DC-9-es típusú repülőgépe. Fedélzetén 69 személy és 5 főnyi személyzet tartózkodott, és a szerencsétlenségnek nincsenek túlélői. A légitársaság menetrend szerinti Posadasból Buenos Airesbe tartó járata az argentin fővárostól 400 kilométerre északkeletre semmisült meg. A roncsok az Argentinát és Uruguayt elválasztó Uruguay folyópartján szórottak szét. A gép nem jelezte, hogy a kényszerleszárásra készülne. A katasztrófát valószínűleg az egész térségben pusztító szokatlan erejű vihar idézte elő. Fidel Castro és fivére Raúl díszőrséget állt egykori harcostársuk Ernesto Che Guevara földi maradványainál. Ezzel elkezdődött az a 6 napig tartó ceremónia,
aminek csúcspontjaként Santa Clarában a számára felépített mauzóleumban örök nyugalomra helyezik a 30 éve meggyilkolt legendás forradalmát. Che Guevarát 1967-ben Bolíviában ölték meg. A Castro fivéreket egyébként a kubai kommunista párt 5. kongresszusa megerősítette első, illetve másodtitkári tisztségében. Az új 225-ről 150 fősre csökkentett központi bizottság a jövőben azon kíván örködni, nehogy a Szigetországban is bekövetkezzék az, ami Kelet-Európában és a Szovjetunióban megtörtént. Öt személy meghalt, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor pokolgép robbant egy mecsetben az algériai főváros egyik elővárosában, adta hírű hivatalos megerősítés nélkül a Reuters hírügynökség. A merénylő célja nyilvánvalóan az volt, hogy a muzulmán imanapon hívőket gyilkoljon meg a mecsetben. Nairobiban éles lövedékekkel és könnygázzal zavart szét egy politikai reformokat követelő tüntetés a kenyai rendőrség. A demonstrálók a többi között megkívántak emlékezni arról a 75 emberről, akik ebben az évben estek áldozatául a politikai indítatású erőszaknak. A tömegosztató rendőrök parlamenti képviselőket is megvertek. A tüntetők kődobálással és botokkal válaszoltak. Daniel Arap Moy elnök a hatalomátvételének 19. évfordulóján a Moy napokon rendezett hivatalos ünnepségen ugyanakkor arról szónokolt, hogy elítéli az erőszakot. Megfenyegette az ellenzéket, hogy az erőszakos cselekményekkel kapcsolatba hozható jelöltek nem indulhatnak az évvégi elnök és parlamenti választásokon. A Moy-jal szemben álló erők egy része nem zárja ki a fegyveres harc lehetőségét sem. A plurális demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság megvalósítása és számon kérhetősége érdekében egy átfogó európai egyezményrendszert kell létrehozni. Így határoztak Strasbourgban az Európa Tanács 40 állam és kormányfőinek csúcs találkozóján. Az a cél, hogy a harmadik évezredbe hamarosan átlépve az államok együttműködésével létrejöjjön egy szabadabb, igazságosabb és toleránsabb európai társadalom, amely közös értékeket vall. Jelcin orosz elnök, Chirac francia államfő és Kohl német kancellár arról állapodott meg, hogy a kontinens stratégiai problémáit rendszeres, háromoldalú csúcs találkozókon fogják megvitatni. Pokolgép robbant mára virradóra egy szarajevói katolikus iskola épülete előtt. A robbanás szerencsére személyi sérülés nem okozott. A pokolgép csak az épület bejáratát és homlokzati ablakait rongálta meg. A kompjúterkalózok elleni küzdelemről kötött az orosz kormánya a megállapodást Bill Gates, a Microsoft elnöke. A dúsgazdag amerikai üzletember Moszkvában Viktor Csernomirdjén orosz kormányfővel tárgyalt, és arról is megegyezett, hogy a Microsoft az orosz piacon helyi szakemberekkel együttműködve fejleszt majd ki programokat. Gates kiemelte, hogy cége nagy lehetőséget lát az információs technológia hasznosításában az orosz üzleti életben, különösen a bank tevékenységben. Nagy-Britániában hamarosan elvileg mind a 28 millió brit otthonban telefonvonalak nélkül is hozzáférhető lesz az internet, a számítógépes világháló. A jeleket a telefontársaságok kiiktatásával egyenesen a villanyórából lehet majd venni. A Nortel nevű távközlési berendezéseket gyártó cég kidolgozott egy zavarszűrő módszert, hogy az elektromos áram ne torzítsa el a villanyvezetékbe táplált számítógépes adatokat. Így az országos áramszolgáltatók hamarosan saját hálózatukon kínálhatják az internetet fogyasztóiknak. Nyolc órakor lépett ma pályára Helsinkiben a magyar labdarúgó válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen Finnország csapata ellen. Az utolsó csoportmérkőzés legfontosabb pillanatai természetesen az RTL klub nézői is láthatják majd. A 2002-es atlétikai Európa-bajnokság rendezési joga Müncheni. Ezt ma az Európai Atlétikai Szövetség budapesti kongresszusán jelentették be. Lozán és Amsterdam előtt nyertek a németek, így a budapesti kontinens viadal után ők lesznek a házigazdák. Ma átadták az év európai atlétája díjat is. A hölgyeknél a német olimpiai és világbajnok súlylökő Astrid Humbernus győzött, a férfiaknál pedig a dán 800-as világcsúcstartó Wilson Kipketer, aki sajnos nem tudott itt lenni Budapesten.
A kétszeres világbajnok német Michael Schumacher kiválóan ment a Ferrarival a Suzuki Forma 1-es japán nagydíj mai időmérő edzésén. Hogy mégsem ővé a pole pozíció, az a kanadai Jacques Villeneuve-nek köszönhető, aki még nála is fürgébb volt. Igaz, utána szabálytalan előzésért kizárták a kanadait, de a csapata, a Williams megóvta a döntést. Így a világbajnoki cím legfőbb várományosa holnap az élről indulhat. Ügyében végleges határozat csak később várható. A fehérmezes Carolina Hurricanes együttese tavaly még Hartford Whalersként szerepelt az NHL-ben, most azonban a New Jersey Devils ellen Sanderson már az új csapat szerelésében üti a Carolina vezető gólját. A Devils a harmadik 20 perc elején egyenlít, a kombinatív akciót meg Kay fejezi be pontosan, 1-1. A végén mégis a hazaiak vonulhattak le boldogabban a jégről, mert a Brodőről kipattanó korongot Leach könnyörtelenül bevágta. A Hurricane tehát elsöpörte az ördögöket, azaz Carolina, New Jersey 2-1. Elhagyta a Kárpát-medencét az a hideg front, amely az utóbbi 24 órában okozott alapos lehűlést, de nem várható változás az időjárásban. Marad a hűvös szeles idő, a felhő átvonulásokból, főleg északon, esőre és zivatarra is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet az elkövetkező napokban sem haladja meg a 15 fokot. Már csak 16 nap, és indul az igazi műsor. Európai és hollywoodi sztárok, nagy rendezők, káprázatos felvételek. Az RTL Klub filmműsora igazi kikapcsolódást ígér. Still do that, don't they? I'm not out of date, am I? I've been picking flowers for a woman. Nem lett tiszta. Látszik a folt. Mégis vennem kell egy drága mosóport. Nem kell, mert itt a Tommy kékerül. Most új kettős enzimerővel. Az egyedülálló kék por aktív erejével a Tommy minden foltot eltüntet. Ez igen, tökéletesen tiszta. Még a csokoládé folt is kijött. És milyen olcsó. Tommy kék erő, makulátlan tisztaság kettős enzimerővel.
Már csak 8 nap, és indul az igazi műsor. Még mindig sokan nem találják készülékeiken az RTL Klub adását. Gondoltuk, megpróbálunk segíteni. Íme egy kis tájékoztató a vételi lehetőségekről országszerte. Amennyiben önnek egyéni antennája van, és lakóhelyét a térképen zölddel jelöltük, akkor az RTL Klub adását az MTV2 eddigi helyén találja. Ha az ön lakóhelyét pirossal jelöltük, akkor meg kell keresnie készülékén a térképen feltüntetett csatornához tartozó frekvenciát. Ha ez nem sikerül, vagy rossz a képminőség, kérjük, forduljon szakemberhez. Ha kábeltelevíziója van, nem kell más tennie, mint megkeresni az RTL Klub adásának pontos helyét a Kábel TV társaság listáján, vagy felhívni a társaság munkatársát. Ha AM mikron nézi az adást, akkor is könnyedén behangolhatja televízió készülékét műsorunkra. Kérjük, segítsen ön is abban, hogy minél többen megtudhassák, hol láthatják az RTL Klub adását. Adja tovább ismerőseinek, barátainak, szomszédainak ezeket az információkat. Köszönjük! Már csak 8 nap, és indul az igazi műsor. Még mindig sokan nem találják készülékeiken az RTL Klub adását. Gondoltuk, megpróbálunk segíteni. Íme egy kis tájékoztató a vételi lehetőségekről országszerte. Amennyiben önnek egyéni antennája van, és lakóhelyét a térképen zölddel jelöltük, akkor az RTL Klub adását az MTV2 eddigi helyén találja. Ha az ön lakóhelyét pirossal jelöltük, akkor meg kell keresnie készülékén a térképen feltüntetett csatornához tartozó frekvenciát. Ha ez nem sikerül, vagy rossz a képminőség, kérjük, forduljon szakemberhez. Ha kábeltelevíziója van, nem kell más tennie, mint megkeresni az RTL Klub adásának pontos helyét a Kábel TV társaság listáján, vagy felhívni a társaság munkatársát. Ha AM mikron nézi az adást, akkor is könnyedén behangolhatja televízió készülékét műsorunkra. Kérjük, segítsen ön is abban, hogy minél többen megtudhassák, hol láthatják az RTL Klub adását. Adja tovább ismerőseinek, barátainak, szomszédainak ezeket az információkat. Köszönjük! Már csak 5 nap, és indul az igazi műsor. Október 27-től indul az RTL Klubon egy telefonos játék, aminek a címele az lesz, hogy Meri vagy nem Meri. Ennek egyik részeként én utcán különböző embereket különböző szituációkra kérek meg, kedves mulatságos szituációkra, és a kérdés, hogy megmerik tenni, vagy nem merik megtenni. Van-e olyan kérdés, ötlet, vagy egy olyan őrültebb feladat, amit szívesen látnátok vissza a tévéből? Hát például most lövöldözzük a járókelőket vízipisztolja. Autót stoppolni, meg lehet kérni valakit, hogy most akkor stoppoljon. És kérje meg, hogy vigyék el valahova, és megmerje csinálni. Ablakmosó fickót beöltözve, és csak oda menne valaki, hogy el van törve a keze, és uram, ne arra, hogy segíteni le most ezt a táblát, vagy valami ilyesmit. Nem tudom, mert már annyira nem őrültség semmi az utcán, hogy nem tudom, mit lehet még kitalálni. Ha valamit mondjál egyet. Tényleg nem tudom. Nem. Csak 5 nap, és indul az igazi műsor. Hát inkább azon izgulunk, hogy mondjuk miért nem tudja kitalálni, hiszen mi mondjuk már hamarabb kitaláljuk. Nevetés, izgalom, tudáspróba és szerencse.
Ön felettel szurkolhat az RTL Klub játékai. Szép estét kívánok minden kedves nézőnknek! Új feladat, új játékos. Kérdés továbbiakban is, meri vagy nem meri? Mai kedves telefonálónk 20, azaz 20 ezer forintot nyerhet. És ki lesz ez? Egy budapesti hívó. Hát lássuk. Halló, halló. Halló, Kredi Csokola. Szép, jó estét kívánok. Szolai Mónika vagyok az RTL Klubból. Igen, én Dezső vagyok a Rottenbiller utcából. Meri vagy nem meri? Hát természetesen igen. Akkor lássuk a mondást. Hello, szia. Üvöltenél egyet nekem úgy, mint Tarzan? Nem. Próbáljuk meg. Nagyot? Nagyot. Tudnál nekem úgy üvölteni, mint Tarzan? Sajnos nem, mert nem is velem Tarzan, bemutatnád? Kérhetnék egy Tarzan üvöltést? Na, itt jönne a válasz. Első kérdésem, ismeri Tarzant? Filmen láttam. Jó. Hogyha esetleg nyer, üvöltene nekem, mint Tarzan? Hát a válaszom igen. Jó, akkor igen vagy nem? Igen. Nézzük. Igen. Na, lássuk. Köszönöm. 100-ból 1. A műsorvezető Vízi András. Akkor elkezdhetjük a játékot, jó? Minden tagom fáj. Szinte mozdulni sem tudok. De mióta a Remobil cseppet használom, táncolni tudnám a különbséget. Remobil csepp és reuma fürdő változatban gyógynövényekből a béresertétől. Vagy délután kipróbálj. Oké, kétféle joghurt családja friss gyümölcsöt és egészséges joghurtot tartalmaz. És természetesen finom. A pöttyös minerál plusz a napi kalciumot és magnéziumot biztosítja. És azok a gyümölcs darabkák. Mindenhol és mindenkor. A piros pöttyös az igazi. Oké, a Szabolcs tejtől. Ez csak szóbeszéd, Dirikém. Nincsen abban semmi. Képzeljék, mi lenne, ha eltűszenteném magam. Úgyhogy, hát ha helyett én szedem a béres cseppet. Béres csepp plusz. Egészség miatt nyitva. Rájtlen, a gondtalan főzés öröme.